rendpárti baloldalt akar Mesterházy Attila. Úgy tudjuk, hogy a választmányban csak néhányan nem értettek ezzel egyet, bár nem teljesen világos, hogy mit jelenthet az, hogy rendpárti baloldal. A helyzetértékelést viszont, hogy a Jobbiktól kell visszanyerni a szavazatokat, és hogy a Jobbikra nem volt válasza a baloldalnak, szinte mindenki osztotta. Szanyi Tibor sajtótájékoztatóján úgy tűnt, hogy meg is kezdte az MSZP a Jobbik elleni hangolást. Benyúrít a riportja. A Jobbikkal való erős konfrontáció, az pedig szintén olyan, ami egészen biztosan meg fogja határozni a következő időszakunkat. Vona Gábor, lövésem sincs, hogy Jobbik mi a fenének indul ezen a választáson. Vona Gábor, Jobbikra leadott szavazat, az konkrétan ugyanolyan ablakon kidobott papír. Szombaton a választási vereség egyik legfontosabb okának Mesterházy Attila a Jobbikkal való politizálást nevezte, és a választmány előtt tartott beszédének a legfontosabb üzenete az volt, hogy rendpárti fordulatra van szükség. Én azt hiszem, hogy az egész kampány alatt ennyiszer nem hallottam szocialista politikus szájából Vona Gábor nevét, mint most az önéből. Ez jelenti-e azt, hogy a szombatról tudott információk szerint ennyiben áthangolták a kampányt, és felveszik a Jobbikkal a kesztyűt, és bizonyos szempontból a Jobbik ellen hangolják a kampányukat? Meg fog-e jelenni a kampányban a rendpártiság? Amiket a képviselő úr elmondott, azon mentén fog zajlani majd a kampány. A válaszom erre ilyen formán, hogy nem. Az európai parlamenti kampány az elhangzottak fogja majd körvonalazni. Bocsánat, lehet, hogy a Tibor válaszoljon a kérdésemre. Erika? Önkritikus és tabuk nélküli vitát várok. Úgy tudjuk, szombaton Hiller István mondta a legnagyobb hatású beszédet. Egyebek közt ezt mondta: Horn Gyula népe a Jobbikra szavazott. Ne legyen illúziónk, azok az emberek támogatták a szélső jobboldalt, akik pár éve még a mi lakossági fórumainkra jártak. A választási térkép is hasonlót mutat. Ha megnézzük, kik lettek a második helyezettek a választókerületekben, azt látjuk, hogy már bőven nem csak Kelet-Magyarországra igaz, hogy a Jobbik előre tört. Mesterházy Attila szerint ezért be kell látniuk, hogy őszintén kell beszélniük az eddig csak a Jobbik által feszegetett témákról is, ilyen például a cigány kérdés. A szegényekhez, a nagyon frusztrált emberekhez a Jobbik ért oda a saját pozitív üzeneteivel, már az ő szempontjukból pozitív üzeneteikkel, és mivel nem volt versenyző üzenet, vagy nem volt az ő üzeneteiket megkérdőjelező üzenet, ezért nagyobb hatással tudott megjelenni. Sok esetben ez konkrétan szociális demagógiát is jelentett. A Jobbik a közbiztonságban és a magyar cigány együttélés problémáinak a tematizálásában piacvezető, ott nem lehet már az MSZP második. Tehát nekik valóban egy új utat kell keresniük. Tehát a rendpártiságban nem tudják megelőzni a Jobbikot. Ilyen szempontból valami más kell keresniük. De azt is látni kell, hogy olyan problémák vannak, itt a lecsúszó alsó rétegekről van szó, illetve a középosztály lecsúszó rétegeiről, amelyekre a baloldal nem tud hiteles választ adni, ugyanis ők még mindig a rendszerváltás nyerteseinek játszanak. Az biztos, hogy ha retorika szintjén már meg is jelenik némi változás, érdemben csak az európai parlamenti és az őszi önkormányzati választás után kezdenek bele a szocialisták a megújulásba. Tisztújítás az év vége előtt nem lesz. Benyúrita, Hír 24.